Szervusztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, Lovászi Marcs vagyok, és beszélgető társam Szentes Róbert, bemutatom őt is, és a mai témánk egy olyan hanganyag lesz, ami a gyógyulj fénysebességgel, szeresd az életet, ami engem nagyon megérintett, igazából a szívem csücske, és erről szeretnének, Robi, téged igazából kikérdezni, jól körüljárni, hogy hogyan született meg ez a hanganyag benned, vagy hogyan volt ez, hogyan fogant meg ez a hanganyag? Volt egy leültél, meditáltál, vagy volt valami sugalla, vagy hogyan? Erről szeretnének most első lépésként megkérdezni, a fia. Szia. Érdekes a történet, mert egész vicces a történet. Még mielőtt ide elköltöztünk volna, ide a Spur Crossba, Észak-Phoenixben laktunk, és minden nap szinte jártunk fel a hegybe túrázni. Az egy ilyen 8-10 kilométeres túra volt, eszméletlen meleg, tehát ilyen 40-45 fokokba túráztunk, rajtam a hátizsák, tehát ilyen katonai kiképzés volt, és mondták is nekünk fentről, hogy ez egy katonai kiképzés. Tehát ez szó szerint mondták, hogy most itt kiképezünk benneteket. És tudod, akkor benne a vizek, meg tehát egy jó plusz 10 kilométer volt rajtam, és akkor itt. És ezt csináltuk napi szinten, és sokat csináltam így egy távgyógyítást, mert ott volt, tudod, a természetben ez a kapcsolatom, meg ott nem volt zaj, és tudtuk már mi jó sok éve, hogy igazán mi fog jönni, így az emberiség meg a Föld történetében, és hát ugye erre minket fölkészítettek most a több mint 10 éve, mentálisan, tudásban, fizikailag is, mint hogy a hegyen csináltuk, és kérdeztem egyszer, így magamtól, tudod, hogy az ember, ahogy túráztam, hogy mikor jön a napvillanás. És csak úgy feltettem a kérdést, majd sokan kérdezik tőlem. És abban a pillanatban én nagyon mély hangon, mintha a teremtő mondja, hogy te vagy a napvillanás. És akkor mondom, hát ez akkor sok értelme nincs. Mentem tovább. És mondom, majd dekódolom. És akkor amikor mindig szólok így fel, hogy majd mikor úgy érzitek, hogy apropó, vagy időt állok, adjatok olyan plusz információt, amivel én ezt megértem, vagy dekódolom. Tehát olyan nyelven beszéltek, kérlek hozzám, amit én értek. Ez egy nagyon jó kérés, hogyha fogadunk bármit fentről, és úgy nem tudjuk kislabizni, akkor megkérjük az égéket, hogy kérlek ezt mondjátok el egy olyan érthetőbb nyelven, ami evidens, tehát ami nem tudok félreérteni. Mentem jó, tovább, remek. Hazaértünk. Tessék? Ez remek ötlet. Nagyon jó. Igen, igen. Segít az intuitív üzenetekben egy kis, hogy mondjam, ilyen tisztázást kapni, és megjött a másnap, tudod, akkor aznap este nem történt semmi, és másnap délelőtt Uli pár mondja nekem, hogy beszélhetek veled? Na, mondom, beszélj. és azt mondja nekem nagyon édesen, hogy nekik azt mondták fentről, hogy mondja meg a professzornak, az én vagyok, hogy csináljon egy hipnózist, ami a csillagmagoknak segít sejtszinten felébredni. De azt is mondták neki, hogy óvatosan beszélj vele, hogy le ne harapja a fejed, tehát olyan úgy közelíts meg, amikor jó kedve van. Most ez, tudod, nem vagyok innen Krampusz, csak nagyon el vagyok foglalva, és akkor sokszor tudod, az embernek úgy kell időzíteni. Na mindegy, és ahogy mondja, mondom, ezt akarták tegnap mondani. Hogy te vagy a napvillanás. Na most akkor még mindig nem értettem úgy ezt, mint ma. És azt tudni kell, hogy ez a napvillanás, hogy ez az a plazma felhő, amiben majd belemegy a Föld, ez az emelkedés, az időségtörés, stb. És ez két dolognak a tényezője. Az egyik az, hogy asztrológiailag meg a bolygók úgy állnak, tehát pont abban a szögben vannak, amikor ez megtörténhet, és a másik, ami már nem annyira ismert, az az emberi tudatossági szint. És az égieknek az a célja, hogy minél több embert hagyjanak emelkedni, viszont réges-régen, még akár egy fél évvel ezelőtt is, az emberek még nem voltak olyan tudatossági szinten, hogy el tudnák viselni ezt a bejövő információt, a bejövő fényt.
És akkor miután beszéltem Olival, ő mondta nekem, vagy miután ő mondta nekem, akkor lett egyre tisztább, hogy persze, ezt a csillagmagoknak szól, akik majd sejt szinten eddig, ahogy te mondtad, a múltkori beszélgetésem, vagy szunnyadó Krisztusok vagyunk, Hát és igen. akkor ez sejt szinten beindít egy olyan pozitív változást az emberekbe, hogy magukhoz térnek. Olyan, mintha egy medve a téli álomból így megrázná magát, és az, hogy hú, van bennem élet. És így született meg, és akkor persze ennek a gyakorlati kivitelezése az egy másik dolog. Ott, tudom, akkor megvoltak a buktatók, de ez volt igazán ez az ihlet, ez volt ez valami, hogy először hozzám szóltak, utána Ulihoz szóltak, ő megkért, hogy őt megkérték, hogy kérjen meg engem, és akkor én meg már rögtön láttam, hogy ezt én most kivitelezni fogom, és hamar. Hát ez csodálatos, igen. Jó időben, jó helyen jött az információ valószínű, és hát abszolút éber befogadó lehettél erre, sőt, hát mint bizonyítja is a fény, hogy született egy csoda gyerek, én azt mondom, egy kis született ebből, mert nem egyedül vagyok ezzel, hogy nagyon sokan vagyunk, akikre nagyon mély hatással volt ez, és még tovább szeretném kérdezni, hogy ugye a szövege is ugye megszületett angol nyelven, ugye elsősorban angol nyelven, hogy a szöveg az hogyan jött létre, hogy nem egy kigondolt szöveg volt, gondolom, ez sem, hanem a szöveg az hogyan jött. Azt is így lehoztad, vagy a ihlet jött, csatornáztad tulajdonképpen, így mondhatom a szöveget Igen. is, amit, mert egy tartalmaz. Bár én, ez az én meglátásom, hogy nem is mindig a szöveget kell érteni. Mert tulajdonképpen én, amikor legelőször hallgattam ezt az hanganyagot, a szöveget nem tudok olyan szinten angolul, hogy értettem volna, hanem maga az energia nyelve. Jó mondom, hogy az energia nyelve az, amit az embert megérinti, és olyan szinten, mert annyi minden van benne, én úgy érzem, hogy ez egy ilyen eszencia, amiben nagyon sok minden van, amit nem tudunk elmével fölfogni se, de mégis ott van, hogy erről is, tehát a szöveg hogyan keletkezett, milyen üzenet volt ez, amiket ott elmondasz. És aztán majd a hangsávokról is szeretnélek kérdezni, csak most nem akarlak összesen rázódítani rád minden kérdést. Tehát a Okay. szöveg, ugye van egy zene is, vannak hangsávok benne, hogy mindez a, mondjuk érdekel a szöveg is, hogy ez hogyan, miről szól. Az embereket is érdekli, gondolom, azért az elmét érdekli, vagy az egót, hogy miről szól ez. Okay. Na köszi, ez tök jó, mert már csináltam róla egy kis videót, csak akkor még elég álmos, kihavatlan szemekkel csináltam, akkor itt bővebben ki tudjuk fejteni. Bármikor van egy úgynevezett feladat, vagy egy kihívás az életben, akkor annak van egy logikája. Van egy logikája, például, hogy hogy lehet egy szunnyadó Krisztust felébreszteni. Van egy logikája, hogy lehet a téli álmot alvó macit felébreszteni. Akkor ez hasonló. És az Igen. a nagyon fontos, hogy nekem rengeteg információ jön le, és amikor valaki megkér, hogy segítsek feloldani mondjuk egy veszteségi traumát, vagy segítsek a szunnyadó Krisztusokat felépíteni, bum, már rögtön, már jön, tudod? És ez nem csak úgy jön, hogy én nem vagyok tudatában annak, hogy ez mit jelent, mert ezt tanítom, egy hipnózis tanár vagyok, most már nagyon hosszú évek óta, és tudom pontosan a hipnózis logikáját, és hogy kell. És akkor lejött egy szöveg, de én tudtam, hogy mire van szükség. Tehát az nem csak úgy jött, hanem én kértem, hogy ezt, meg ezt, meg ezt a problémát oldja fel, és ezt, és ezt, és ezt a kapacitás vagy tehetséget az emberekbe indítsa be. És a szöveg ugye elején az van, ami majdnem minden tipikus ilyen meditációba vagy hipnózisba, az egy indukció. Kicsit ellazítja a testet, akkor szándékosan elfoglalom az egót. A tudatos elménk az maximum 5 vagy 7 dologra tud egyszerre figyelni, utána belezavarodik, Nagyon és kevés. utána úgy tud, hogy elveszik, és akkor azért Ezt mondom, hogy figyelj, tapasztaltuk. Igen. hogy figyelj légzésedre, nézd a fülcimpádba, és ott van, tudod, a vérkeringés, és akkor levegző. Olyan szinten elterelme a figyelmét, hogy úgy elkábul. És akkor ez a transz állapot. És utána mondom,
vagy hogy megy a relaxáció egyre mélyebbre, úgy már érzed, hogy már a tested is, már a melled is relaxált, a csípő, stb. Stb. És akkor szépen lemegyünk egészen a lábujjig, és ez azt szimbolizálja, hogy az energiák, ezek a földi energiák teljesen lenyugodtak, és az egész testünk egy nyugalom vette át, vagy nyugalom uralkodik. És akkor kezdek egy olyan hipnotikus metaforát, ami nagyon-nagyon profin ki van gondolva. Tehát nekem olyan gyorsan jön az információ, hogy így utólag, mikor elmagyarázom, sokkal tovább tart elmagyarázni, mint megteremteni, megcsinálni. Amúgy fénysebességgel jön. Igen, tehát azt hiszem, hogy ez a 20-22 perces felvétel? Igen. Valahogy úgy. Ő 20 perc. Okay. Igen. Na mindegy, ez úgy jött le, én azt nem is editáltam. Azt úgy vettem föl. Aztán persze voltak technikai bakik, mert a mikrofonom nem jól működött, meg a visszhang, tudod, csináló, vagy az a készülék, az nem volt tökéletes, tehát kicsit kellett gyakorolnom, amikor belementem, az egy az egybe editálatlan volt. Egyszer köhögtem bele véletlenül, azt kivágtam, de amúgy teljesen egyenes. De hangmérnök is vagy? Megkérdeztetem? Tessék? Hangmérnök is vagy? Nem, de olyan kisrác csoda... korombú. Nagyon szerettem a zenét, tudod? A hallásom nagyon érzékeny, és nagyon szerettem a zenét. Nem sikerült úgy igazán hangszeren játszanom, pedig szerettem volna, de mindig, tehát engem, ha letesz egy nagyon szép hangzású hangszoró, vagy egy ilyen dolog elé, én úgy lerökönyödök a gyönyört, hogy engem el lehet rabolni. nem is kell lekötni, hanem csak így megyek. Tudod, annyira elfog ez a csodálatos, ez az isteni gyönyör. És akkor a legfelső hangsáv, ami ugye sokan kérdezték már, hogy miről szól? Elmondom, miről szól. Na, köszi. Arról szól, hogy minden hipnózisban, minden gyógyításban, főleg, hogy a szunnyadó Krisztusokra terveztem, hogy ébredjenek fel, ha megnézzük a jelenlegi állapotunkat, akkor a legtöbb ember nincs jól. Oké, tehát ez most nem azért mondom, hogy föltépjem a sebet, csak azért mondom, ez egy nagyon fontos tudnivaló. Ha én ebben az állapotban azt mondom, jól vagy, ébredj fel, minden benned van az erő, a teremtőre, az elme az úgy elutasítja az egészet, hogy tudod, esélye nincsenek az embernek ezt az üzenetet befogadni. És akkor mindig azt csinálom először, hogy mind a mesékben, hogy volt egyszer, hol nem volt. Volt egyszer egy nagy, szép kastély, vagy most mondom. És akkor az elme abban a pillanatban már elképzeli, vizualizálja ezt a kastélyt. És akkor én meg ugyanezt csináltam, hogy egyszer volt, hol nem volt, once upon a time, vagy valahogy így kezdem, volt egy farmer, azaz egy kertész, vagy ez a farmer. És ennek a farmernek csodálatos élete volt, szép nagy földje volt, bőség uralkodott, megvolt ugye a termés, állatai voltak, egy igazi önellátó, boldog, teremtői életet élt. És ezt azért tettem be, mert ez a lamúriai az életnek egy szimbóluma, azaz, hogy együtt voltunk a teremtővel, jól éltünk békében, boldogságban, és ezáltal az elmének egy új referencia keletkeződött. Hogy van ilyen. Ha itt mondjuk ebben, hogy mikor nem vagyunk jól, és itt adunk megerősítéseket, akkor az nem szó, hogy ilyen nincs. Igen, de ellenállás, ugye? Pontosan. És akkor egyszer volt, hol nem volt, teremtettem egy mentális képet, vele egy érzést, akkor a hangokat, csak az elme azt mondja, hogy oké, van ilyen. Mi emlékszünk, de mégse. És akkor valószínű. Kevesen emlékeznek erre. Bár emlékeznénk. De hát és akkor igen. Ez a referencia, ebből indulunk. Tehát már nem itt vagyunk egy megrekedt állapotban, visszamegyünk egy bőség állapotba, és akkor innen mondom, hogy megvolt. Mindene szerette az életet, és egy napon jött a tolvaj. És ez egy nagyon fontos pszichológiája van a tolvajnak, a thief. Igen. Jött, és még majd mikor a sávokról beszélek, majd igen. Fontos lesz, hogy a legelején, a leghalkabb sávba beteszem egy olyan krisztusi irodával egy parancsot, hogy a nyelvtől függetlenül ugyanúgy hasonl mindenkire. Fantasztikus.
Ez Mert óriási. mi telepatikusak vagyunk, csak a nyelv, erről is beszélhetünk, ha érdekel, hogy miért csináltak nyelveket, különféle nyelveket, hogy Igen. szeparáció megvédem. Eleve szeparálva az emberiség lehetne egy nyelv is, ugye? Hát ugye mondjuk az Igen. esperanto ezt célozta volna, de hát nem mindenki. Megvan ennek a maga a spirituális fontossága, hogy védelmet is adott nekünk amúgy a különféle nyelvek, és akkor azt mondom, hogy ugye volt ez a jó élet, ez a farmer, akkor ezzel azonosultunk tudatalatti szinten. Oké, van ilyen, jól él, süt a nap, megvan a kaja, az állatok, és van szeretet. És egy éjjel, ugye a sötét éjszaka, eljött a tolba, és elvitt mindent. És akkor ez a farmer, aki előtte nagyon jól élt, nagyon mérges lett. Mérges lett a tolvajra, mérges lett az Istenre. És az Istenre fogta a bánatát. Na most, ez miért nagyon fontos? Mert ezért vagyunk elakadva, minden francot, minden bajt az Istenre kentünk. Tehát olyan szeparáció van az Isten és az ember között, és az ego átvette az uralmat, ami azt mondja, hogy forrás, nem érdekelsz, én megoldom. A forrás azt mondja, de nem tudod, majd én megoldom. És akkor ebbe éltünk már nagyon hosszú ideje, és elutasítottuk igazán a fentről a segítséget. És nagyon fontos pszichológiája van a tolvajnak. A tolvaj ez egy ősi energia, és valahol belül, mielőtt ezt nem integráljuk, nagyon mérgesek vagyunk a tolvajra. Minket is megloptak, minket is kiraboltak, ha nem ebben az életben, akkor előző életekben. Tehát van egy nagyon erős diszonanciánk a tolvaj irányában. Mi is csentünk, mi is loptunk, tehát ez nem arról szól, hogy tudod, hogy nincs vaj fülünk mögött, csak ez az energia, még azt mondjuk, hogy ez a csúnya tolvaj. Na, ez azt csinálja, és itt a pszichológia, hogy amíg mi mérgesek vagyunk a tolvajra, addig nem merünk szívből adni. Mert attól félünk, hogy minél többet adok, annál nagyobb a veszély annak, hogy engem kirabolnak. Vagy hogy kihasználnak. Most ez egy nagyon érdekes bújtató pszichológia, és amíg a tolva integrálatlan, addig a szívtörés traumáját mi magunkban újra és újra és újra élesztjük, anélkül, hogy tudnánk róla. Hát ez a buktató, igen. Igen. És akkor én azt mondtam, hogy eljött a tolvaj, ezzel könnyű azonosulni, mert felismertünk egy olyan tudattalan karaktert, ami bennünk rezeg, tombol, lehet, hogy lefettük, és már más szövegkörnyezettel jellemezzük, de az ott van, ez egy tomboló, elutasított árny történet. És akkor ugye elutasítjuk az életet, mind, és mondtam, hogy a farmer mérges volt erre, arra, arra, igazán bevittem a hallgatót egy áldozati mintába. Aha. Oké? Okay? És azt Igen, mondtam, meg... hogy... És akkor mondjad? Igen, és akkor persze, ezzel könnyű azonosulni, és akkor ebből mondom, hogy kihozod valamilyen persze módon, és ez könnyű, könnyű így már, úgy értem. És akkor az történik, hogy mondok egy olyat, az azonosulás és a játék a pszichológiának attól van a gyógyulás, és akkor mondom, hogy mérges volt ez a farmer, és ez ment, és ment tovább évszázadokig, akár évezredekig, mint ahogy nálad. Igen. De nem csak azt mondod, hanem mint nálam és nálad. Igen, mindannyiunknál. Igen. As for you and me. As, tudod, it went on for you know, hundreds and thousands of years. És ez azt jelenti, hogy ezzel én nem egy, az én hangom, ami ugye vezeti az egész energiát és a gyógyulást, én nem szeparálom magam, hogy csak azt mondom, hogy velem is megtörtént. Tényleg megtörtént. Hát tudod, egyek vagyunk, ugyanúgy működünk, csak igen, más elakadás sokat, különféle, mások azok az feloldatlan elakadások még bennünk. Ennyi a különbség. Igen, mindannyian voltunk minden már. Igen. Igen. És mondom akkor, hogy ez ment több száz évig, és több ezer évig, és megértem. És ez azért nagyon fontos ezeket betenni, mert akkor az ego nem tud akadékoskodni. Az ego igen mindig szereti, igen, de, és akkor belehoz logikát.
Itt nincs logika. A logika a tudattalan világban az teljesen más, mint amit mi hiszünk. És akkor azt mondom, hogy viszont az már régen volt. Eljött az az idő, hogy megbocsássunk a tolvajnak. Forgive the thief. Bocsáss meg a tolvajnak. Engedd el. És amikor ezt úgy megerősítem, és utána kezdek dolgozni a szívtörés traumáján, elkezdem oldani a szívtörés traumáját, ami 20 lépésből áll, és eszméletlen sunyi egótrükkökkel van tele. Mi mindig azt hiszük, hogy más törte össze a szívünket, de ott van olyan sok konfliktus, még plusz traumák alul, hogy mi törjük össze a saját szívünket, mert a külvilágtól várjuk azt, hogy szeressenek, hogy figyeljenek, és stb. Stb. És amikor ezeket nem kapjuk meg, behisztizik az ego, és újabb szeparáció teremt, és tönkreteszi az életünket. És ez a fő lényege, hogy gyógyítsd meg a szíved, fogadd el a szeretetet, és utána elkezdem programozni a testet úgy, hogy a bejövő fénynek ne állj már ellen. És akkor olyan dolgokat is mondom, mert tudom, az elmé struktúra az nagyon-nagyon precíz. Erre mondtam egy pár embernek, hogy ez egy doktori disszertáció. És akkor az egóval mindig kell egy kicsit táncolni, mert különben elgáncsol. És akkor mondom neki, hogy látod? Az se baj, ha nem látod, mert az a lényeg, hogy te látod. Na látod. És az ego az így mert beleszédül ebbe. Megszabadod egy picit. És a tudatalatti elmém elfogadja, mert az a lényeg, az a főnök. Fantasztikus. Nagyon komplex. Nagyon, hát ez eszméletlen komplex. Azért mondom, nagyon. Hogy ez egy doktori disszertáció. És utána folytatom. És utána megkérem a teremtőt, hogy segítsen a hallgatónak az ő specifikus és egyénre szabott teremtői kódokat úgy letölteni, hogy önmagáról lelhessen. Nem én kérem meg, hogy olyan legyen, mint én, vagy ez meg ő, hanem hogy ő maga az saját bináris kódjait kezdje el felfedezni, vagy figyeljen fel rá. És akkor utána mondok még olyanokat, hogy menned van az erő, fogadd el a szeretetet, és akkor játszok egy kicsit még az egóval, és végigvezetem ezen a hallható hangsában úgy az embert, hogy ezeken a metaforákon keresztül ez a szunnyadó Krisztus felébredjen. Fantasztikus. Azért van egy erőteljes hatása akkor nagyon sok emberrel, mert hát kommentekben is olvastam, hogy nagyon sokak elindul. Akár egy pillanat alatt is elindulhat egy gyógyulás meglátásod. Tehát amikor átkattan egy relé, úgymond valahol, akkor egy pillanat alatt akár megszűnik egy olyan helyzet, folyamat, ami eddig ugye gátolta az illetőt, vagy egészségre, vagy mentálisan akár, ugye? Igen. Ha sokszor elég annyi, persze nincs megoldva minden, csak elég annyi az induláshoz, hogy már tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, ezt is mondom a hipnózisba, hogy már tudjuk, hogy nem, hogy normálisak vagyunk, még akkor is, hogyha kiröhögtek minket. Ezt is mondom, hogy oké, minden oké, tudod? És ezeket a régi rossz hiedelmeket még pluszba úgy felülírom, vagy elengedem, hogy az ember higgye már el, hogy az intuitív érzése, ami az invertált matrixnak eléggé ellenrezegtek, hogy az az oké. Tehát jó, te normális vagy, csak olyan szinten nem tudtuk, hogy kinek higgyünk, magunknak sem hittünk, és akkor segítek azt az igazi belső ént úgy rávezetni arra, hogy te tudtad mindig az igazságot, de nem volt könnyű, mert navigálni kellett, és mint egy flipper golyó mentünk az életen keresztül, és most itt a lehetőség, hogy találd meg önmagad. Hát ez nagyon szép. És milyen kódokat, mert hallottam a Grabovoi kódokat, akkor kvantum kódokat is beleraktál, ezekre egy picikét úgy érintőlegesen, hogy jobban megértse az, aki ezt még nem hallott ilyenről. Persze. Ugye ez is nagyon hatásos, ezt tudjuk, hogy aki ismeri ezeket a Grabovoi számsorokat is. A Grabovoi, ugye őt ismerik sokan, rengeteg a kis videója fent a YouTube-on, és az a lényeg vele, hogy ő
hosszú évek alatt, tehát egy eszméletlen profi munkát végzett, összehozott egy olyan kód számgyűjteményt, számkód gyűjteményt, amivel a teremtést lehet befolyásolni. Ennek, ahogy mondta, ennek a kívása az, hogy az, aki mondjanak, minimum krisztusi tudatosságba kell lenni, különben tudod, nem mindig jön be, nem mindig úgy működik. És ez azért van, mert a bennünk lévő feldolgozatlan kételyek, félelmek, traumák, ezek félrevezetik a kimondott szót. És a legelső kód, az a krisztusi irodából mondom, azt mondom, hogy ahogy említettem, hogy kérem, hogy a hallgató, bárki ezt hallgatja, az a nyelvtől függetlenül fogja fel, értse, és hogy sejtszintű gyógyulást kívánok neki. Na már ez egy teremtői parancs. Tehát ez olyan, hogy az első 10 másodperc meghallgatott csak, akkor már beindul valami. Igen, igen. És a Grabovoi kódok azok nagyon specifikusak. Tehát minden elakadásra, minden teremtői ilyen logikára vagy logikátlanságra van egy megnevezett vagy egy kifejezett számsor. És akkor mindig az első sor az, hogy kérem, és akkor van egy ilyen nagyon furinka számsor, hogy E a mínusz 17. hatványra, meg ilyenek, és az azt jelenti, hogy úgy beprogramozzuk az elmét, mert az elme szimbólumokból és metaforákból ért. Az a nyelvezet, amit mi használunk, az a literális, hogy mondjam, befolyásolhatósága, de az a pici része csak minden szimbólumokból, számokból és metaforákból fordít le tökéletesen. Ezért ez a tolvaj, az elme pontosan tudja, hogy ez a szívtörés traumája, tudod? És akkor itt lent a legelső Grabovoi kód az mindig az, hogy teremts úgy, ahogy a teremtő teremt. Tehát aktiválom a teremtő erőt a hallgatóban. Most ez aztán tudod, sokan megkönnyeznek tőle, de azért ez nem egy piskóta feladat. Azért is van, hogy nagyon sokan beszél, hogy befeszült utána. Persze, mert az alvó Krisztus tudod, elfeküdt a nyakát. Tudod, a gyógyítás az nem fájdalomcsillapítás. Sok fájdalommal jár. Így van. Ez a változás, persze. És hogy minden heti rögtön. És akkor a Grabovoi kód után, hogy betettem, hogy teremts úgy, hogy a teremtő teremt, ez mindig ott van, ez az első sor. És utána akkor a specifikusan mondtam, hogy meggyógyíts meg a szívtörést. Engedd el ezt, engedd el ezt, engedd el ezt. Ezek számsorok. És a Grabovoi kódokat úgy kell csinálni, van egy, mondjuk a szívtörés elengedésére, most mondok valamit, ezt meg kell, hogy nézzem, nem tudom, fejből. Mondjuk van egy 10 jegyű szám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, nem ez, mert minden. És az a lényege, hogy elképzeljük ezeket a számokat egy ilyen kis ezüst gömböcskében, ahogy lebegnek, és mondom a számokat, hogy 1. De nem csak a számokat vizualizálom, mert a vizualizás nem elég, hanem a belső, az én szándékom az, hogy ez a hallgatót segítse életre, kelteni, sejtszinten felébreszteni, elkezdeni a testét gyógyítani. Tehát ez nagyon fontos. És utána mondom a számokat tovább. A sejtszinten újra struktúrálja. A fizikai szinten és nem fizikai szinten mik történhetnek? Erről tudsz így mesélni, hogy... Még hagyd, mondjad még. Tehát a Grabovoi meg a Krisztus irodai kódokra, ezek fontosak, hogy és akkor van, mit tudom én, még 20 másik sor a Grabovoi számsorokban, és akkor ezeket én szépen mondom, ez körülbelül egy 5 perces felvétel, és akkor ezt én többször beteszem az alsó hangsámba. Hogy akkor ez duplázódik, triplázódik. És akkor ezután használom azt a kvantumpszichológiát, amit én fejlesztettem ki, meg én tanultam ilyen kvantumpszichológusoktól, amivel egy test, egy ember, egy élet igazán helyreáll. Tehát, hogyha csak azt meghallgatja az ember, már nyert ügye van. Biztos. És ezt a kvantum logikát használom arra, hogy a jelenlegi állapotból úgy kezdjen el rálátni és felébreszteni elakadtságokat, és úgy állítsa be magának ezt a keverőpultot, hogy működjön az élete. És akkor ezt is ismétlem. Tehát ezek a krisztusi parancsok azért sokszor hallod a felső sávban is, amikor azt mondom, hogy so be it and so it is now. Tehát ez így van, vagy így lesz, és így van. Tehát ez ugyanígy mondom az alsó sávban is, hogy itt nincs kecmec. Ez van.
Ennek nagy ereje van, nagyon És ereje van. akkor ezt többszörösítem, és akkor a felsősávba is beteszem, de most már válaszoltam, hogy mi folyik a felsősávban, és akkor kész vagyok a következő kérdésedre. Milyen struktúrát, a sejtekben mit hoz létre? Milyen struktúrálások jöhetnek létre? Hát ugye a víz, ugye Emoto is, amikor a vízbölcsességéről ugye mesél, tehát ugye milyen, a szavaknak milyen óriási hatása van a sejtekre. Ugye nekünk is több mint 70%-unk ugye víz. Tehát, hogy maguk is erejük van, így gondolom, ezeknek a szavaknak, és nem mindegy, hogy valaki ezt hogyan mondja, vagy tényleg milyen tudatszinten mondja ezt el. Milyen hatása van a sejtekre, illetve a nem fizikai szinten is mit indít el. Hát mondjuk arról már meséltél, hogy mit indít el. Igen. Önmagához visszatér az illető, igen, igen, nem fizikai szinten. De belegondolsz, akkor a sejtünk az a mini énünk, az a kis énünk, csak nagyon pici. És ugyanúgy az a sejtben ott van lerakódva a trauma. A 14 traumatípusból a több ezer. Akkor ott van a rengeteg konfliktusom. Tehát mondom, 1 millió konfliktus van egy emberben. Igen. Ezt nem szeretik hallani, de annyi van. Hát igen, minél inkább a tála aljára nézünk, annál többet látunk. Igen. És azt sem a sejtekkel, ugye, hogy nem is tudom, hogy mit mondok, az a neurology, tehát a neurológiád, ugye angolul az azt jelenti, hogy ez a sejtszintű lényed. Tehát azt is így programozom, és ja igen, még mondok egy olyat is, hogy cellular memory, tehát az a sejtszintű emlék, hogy azok is oldódjanak. Tehát igazándiból lemegyek a legfinomabb részekre, kiadok úgynevezett hipnotikus parancsokat, hogy az is kezdene gyógyulni. A sejt, ugye ahol le van rakódva ez a sok trauma, meg a jó dolog is, tehát ott van igazán ez az emléktárunk a sejtszinten, hogy elkezd oldódni, akkor az történik, hogy a szervek, a belső szerveink életre kelnek. Említettem, hogy lehet, hogy fájdalommal jár, mert lehet, hogy elfeküdtük a nyakunkat a szunnyadás közben, meg lehet, hogy úgynevezett részeink, az erőnk, mert minden az el volt nyomva több tízezer évig, és az mindig düvel jár, mindig ilyen furcsa szembesülésen jár, de ettől függetlenül a legapróbb rész, a sejtszintű emlékeket is kérem, hogy kezdjenek igazán nyilvánvalóvá válni és elengedődni, és utána azáltal a test pedig gyógyul. Tehát egy nagyon-nagyon sok szintű úgynevezett gyógyulási beindítás ad át ez a hipnózis, és azért van olyan eredmény is, hogy van egy kedves ismerősöm, ha mondta, hogy 3 hét után letette a botot, bot nélkül tud járni. Ez egy csodálatos. Hát ezek a óriási eredmények. Uh-huh. És van, tudod, én is kaptam visszajelzést, nagyon sokat, hogy fú, ez tényleg fölébresztette benne, igazán fölébreszti az alvó oroszlánt, és akkor az a kérdés, hogy milyen állapotban volt az oroszlán az alvás előtt, és akkor az is feljön, ezért kell a belső munka. Igen. Tehát maga a hipnózis az egy úgynevezett kiegészítő technika. Emellé kell a precíz belső munka. Igen, gondolom nem elég egy hangfelvételt meghallgatni, aztán mindjárt meggyógyult valaki mindenből, hanem kell az a... Hát amit szépen megalkottál, ugye most éppen van ez a tanfia, amit megalkottál, és hát tényleg nagyon szisztematikusan mindent leírsz, és szerintem bárki meg tudja csinálni. És ez egy könnyedén. Meghallgatni? Úgy érted? Igen, igen, igen. És hát tud dolgozni vele. Tehát nagyon komplex. Igen. Kérdésen. Ez a csillagmagoknak van. Tehát tudod, ez a fény felé tere. Oké? Okay? És ez sokszor félelemmel is jár, mert ahogy csináltam azt a másik interjú Csanyival, az a fény felé vezető út, az göröngyös, és sokszor találkozunk, szembesülünk a sötétséggel. Tehát nem a feelingre, mindig nem a feelingre, nem az érzésre kell figyelni, hanem a belső irányra. Tudod, azért nagyon erős lények vagyunk, csak ezért kellnek a mentorok, hogy tudjuk azt, hogy ez normális. Igen. Lassan elakad a kérdés.
még eszembe jutott azt is, hogy amikor egy ilyen szöveget, tehát el is meséltél, amikor egy ilyen szöveget elmondasz, akkor egy bizonyos elcsendesedés, egy mágikus ereje van. Tényleg. Meg minden egy olyan jó kis eszencia, minden benne van, hogy mi szükséges ahhoz, kell egy ilyen belső csend előtte, amikor elkezdesz egy ilyen szöveget mondani, kiüresedsz teljesen, vagy hogyan van ez, mielőtt elvillanyozod az embereket. 10-valahány évvel ezelőtt kellett a csend, most már direktben már tudom. Tehát dolgozom sokat magánkliensekkel, és az, amit ők elmondanak nekem, már rögtön tudom, hogy milyen szókörnyezetet kell használnom ahhoz, hogy megkapják a maximum a jó dolgokat. Még azt is szeretném mondani, mert sokan kérdezték tőlem, akik úgy tanultak hipnózist, meg tanultak meditációt, hogy még azt is csinálom, és ez nem nyilvánvaló sokaknak talán, hogy az elménk az négy féleképpen processzálja, talán ez a legjobb szó, hogy a világot. Képek szerint, hang után, érzés szerint és logika szerint. És mind a négyből én nagyon szépen beleteszek mindet, hogy ne legyen az, hogy valaki úgy érzi, hogy ki van zárva. Mindegyikünk ott van mindegy, csak az arány más. Tehát azért mondom, hogy képzeld el. Az egy hipnotikus, az segít a vizualizálásban. És ahogy a hangom hallod, vagy hallgatod a hangom, az már a hang. A fület programozza. És nézd meg, hogy milyen jó ez az érzés. Ez az érzés. És akkor látod, hogy hogy megy ez. Ez már a logika. Igen. És akkor ilyen finom szavakkal, és olyan precízen egyik a másik hátában, hogy egy normális szövegnek tűnik, viszont az elménk és a tudatalan világunk meg gyönyörűen úgy át lesz drótozva, hogy nem az én igényem szerint, hanem hogy az ember ismerje fel a saját erejét. Hát ez az igazi, igen. Hát ez fantasztikus csoda. Én azt mondom, hogy Isten hozott téged itt a bolygón, és köszönöm. Megköszönjük neked, hogy vagy, és ezt így megalkottad. Én mondom, hogy ez egy iránytű, vagy egy kéz, amikor hazavezet számomra. Ezt jelenti, ha így röviden összefoglalnám, hogy nagyon köszönjük ezt az iránytűt, az eszenciát, amit ad, és nem csak a hipnózisos meditációkkal, hanem az összes anyagoddal. Tényleg most mondhatom azt, hogy nagyon sok ember nevében köszönöm azt, amit teszel folyamatosan. Úgyhogy nagyon köszönöm. Most több nem jut eszembe, több kérdés, majd jelentkezem, ha újabb kérdések lesznek. Én azt kívánom, akik hallgatnak, vagy látnak is bennünket, hogy találják meg mindenki ezt iránytűt, ami hazavezet tényleg. Úgyhogy köszönjük. Hogy én is köszönöm. És további szép napot köszönök mindenkinek, aki meghallgatott bennünket, illetve neked, igen, neked szép nap, nekem este van már. Szia, Robi! Sziasztok! Szia, Marci! Köszönöm szépen! Köszönöm!